Extraction. Pereg. Pereg, bizony. Itt van újra, srácok, az Extraction. Megnézzük, ahogy azt ígértem, egyedül a pályákat. Mármint, hogy megpróbáljuk végigjátszani a játékot, amennyire lehet. Adunk majd egy esélyt annak, hogy rápróbálunk arra, hogy milyenek a random csapattársak. Redditen azt látom, hogy nagyon sokan sírnak amiatt, hogy a játékosok nagy része úgy játssza ezt a játékot, mintha valami kód lenne. Én meg nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen egyedül a játék. Kíváncsi vagyok, hogy úgy milyen a nehézség. Mert amikor a legutóbb hárman játszottunk Pistivel meg Nessájjal, akkor talán a harmadik nehézségen kezdtem azt érezni, hogy na, hát itt már egy kicsit jobban oda kell figyelni. Várom, teljesen rá van kattalma, de ő csak egyedül. Aha, aha. Játékosok száma alapján szkélel az ellenfelek száma. Megnézem újra a beállításokat, hát ha legutóbb nem vettem valamit észre. Ó, így rendesen testre lehet szabni, hogy kinek milyen színe legyen. Wow. Tök jó. Ja, van itt custom is. Wow. Hát ez nagyon zsír. Én eddig pár kört mentem ismeretlenekkel, de nem volt velük gond. Nagyon rohantak, de minden simán ment. Ja, én is azt tapasztaltam, hogy nagyon nagy a rásolás. Jól van, szerintem így jók leszünk. Valamiért a játékban nem lehet azt kikapcsolni, hogy ne dobálja fel a friend requesteket, úgyhogy hát itt van mindenki. Bár lehet, hogy csak busy módba kell magam rakni a Uplay-be, nem tudom. Megnézem ezt nektek. Gyurcsány van 321 is bejelölt barátnak. Barátlista. D&D-be vagyok, és még így is feldobálja. Tehát, hogyha valaki nagyon menő akar lenni, akkor bejelöl. Bejelöl! Hát igen, most így fel fog dobni 160 vagy 200 embert, aki így bejelölt barátnak. Valami ilyesmi. Okés. Jó lenne állokkolni a mai Steambe Fused Smoke-ot, a csankát. Olyan szívesen kipróbálnám mondjuk a gridlockot. We're learning so much from incursions about how our gear performs in hot zones. That's helped us design a few things that... Az helyzet, Ashit beszélget, de nem lehet beállítani, hogy legyen valami hát... Aha, itt... Ezt így feljebb húzhatnám 80%-ra, és akkor kicsit jobban látható a felirat, igaz? Hát igen. Drónozni biztos nem fogok. Drónozni biztos nem fogok így egyedül. A body armor az nagyon hasznos, a revive kit is szintén. Claymore... Hát nem tudom, ezek nem. Nem. A revive kit meg a body armor, ami így szimpatikus elsőre. Hogy így nyeg arra feléd, Dave? Na, végre megmutathatom nektek amúgy ezeket. Nem hiszitek el ezt. Ezeket nagyon meg akartam nektek mutatni. Sőt, nem is igazából a shopot.
meg azt ne is figyeljétek, mert ez itt bugos, és írta a Ubisoft Support, hogy a VIP az nem fog lejárni, hogyha megvettétek a játékot. Tehát, hogy ez itt... Képzeljétek azt, hogy ez itt nincs ott, de majd javítják. Szóval akartam nektek mutatni azt, hogy milyen iszonyatosan menő skinek vannak a játékban. Ezzel olyan szívesen játszanék a Siege-ben. Annyira jól néz ki. És ennek amúgy van uniformja is. A többi az nem érdekes. A többi headgear, a többi ruci az nem érdekes, de mindegyik operátornál az utolsó az brutálisan jól néz ki. És megmutatom nektek, hogy az Ella is mennyire jól néz ki. Ilyen gargoyle vagy szobor fejszerű. Nagyon jó. Brutálisan jól néz ki. Brutálisan jól néz ki. Ó, és itt van, hogy miket állokkol egy-egy operátor. Nice. Na, ezt nem, úgy nem figyeltem eddig. Megmutathatom a pulzét is, de megmondom őszintén, így 12 operátorból talán 3-nak a headgear-je tetszett nagyon, de ezek azok, amik így jól néznek ki. Hát ez ilyen akciófigura. A finkát is megmutatom. Ilyen sárkányos, ez is egyébként nekem tetszett, mármint hogy nem sárkány, hanem Wyvern. Van különbség. Na például ez a Hibana is brutálisan jól néz ki. Ez is brutálisan jól néz ki. A uniformja hozzá pedig ilyen. Brutál jó. Tudom, hogy nem a skin minden, de ezek a skinek nagyon jól meglettek szerintem csinálva. Mármint, hogy ezek az utolsók. Ezek nagyon jók. Úgyhogy gyorsan megmutatom nektek ezeket, hát ha felcsigázlak benneteket ezzel. Hát így ez az IQ, ez nem nagy szem szerintem. A jéger se nagy szem. És az utolsó, a rúk. Hozzátartozó uniform pedig ilyen. Mondom, ezek a skinek jól néznek ki. Na, melyik operátorral kéne játszanunk? Melyiket kéne megnéznünk? Olyat, amivel még nem játszottam eddig. Mondjuk egy jó kis rúk. Ja, mehet a rúk. És ezen van szupresszor alapban. Hú, ez a belezoomolás egy kicsit elszédít. Nem lehet úgy lapozni, hogy... Hát, nem. De jó. Nem tudom amúgy melyiket használjuk. Ez jó lesz. Szerettem volna kipróbálni, de túl combos a gépigénye. Komolyan? Jó, nagyon menő fegyverskint felrakjuk, és jön a body armor. Bár lehet, hogy a revive kit is nagyon jó lenne. Smoke granát az nagyon hasznos, kábítja az ellenfelet. Aha, itt fogjuk megkapni az MP5-öt, meg a másik kis pisztolyt. Az armor pedig csökkenti a sebzést, bekapást még jobban. Még egy explosívot tud magával vinni, kap még két fegyvert, még jobb ellenállás a shieldnek, movement speed, megkapja a Lionnek a fegyverét. Automatikusan kap armor plate-et, hogyha rúkot fölélesztik, és a damage resistance 40%-ra nő. Wow! Ezeket a skineket meg lehet szerezni, úgyhogy csak játszol és mész a progressbe, nem vágom sense-et. Valaki esetleg, aki már játszott a játékkal, ő? Esetleg tudja erre a kérdésre a választ? Kezdjük az elején, jó?
nesteket kell pingálni a falon. Aha, igen, most az a feladatunk, hogy nesteket pingeljünk a falon. Jól van. És én azt mondom nektek, hogy Monolith Garden második nehézség. Listen, I'm just saying a single agile adaptable operator can do some things a team can't. You also say the squad is always stronger than the individual. Szia, minden küldit csináltál már? Nem. But the Marine's golden rule is improvise, adapt and overcome. Nem. Azt pont nem csináltuk még, amit te mondasz, hogy leklónozza az egyik operátorunkat. Az a legdurvább killer, papa. Az ilyen boss fight-szerű. Arról csak hallottam eddig. Ja, én posztoltam a gépigényét, Samans, hogy milyen a gépigénye. Nem tudom, hogy benne van esetleg ilyen felhőszolgáltatásokban, például az NVIDIA-éban. Lone Wolf 1, you are go for incursion. Repeat. Mission is go. Mission is go. A Maelstrom protokollban meg lehet szerezni ezeket, de hetente rezetel, úgyhogy újra meg kell csinálni. Tehát akkor ideiglenes skin? Jól értem? Defeat Protan. Tehát ez gyakorlatilag a gateway, az pont az, hogy le fog klónozni engem. Az jó lesz. Jól értettem, srácok? Én pont megkaptam azt a küldit, amiről a killer papa beszélt a végén. Egy jó kis boss fightot láthattok majd. Yeah, I can be impulsive, but that also means I can be unpredictable. Egyedül megyek a második szinten, megnézzük, ha lehet, hogy simán elhullok. De kíváncsi vagyok rá nagyon. Tremors are caused by increased underground parasite activity. Get to our seismic stations to stop the tremors. Jaj, itt majd, ha ideérsz, ne menj el ennek közelébe. Vagy mi? Micsoda, Dave? You have to follow the correct order. First station first. Ja, amúgy le kéne tennünk. Ne menj el a közelébe. Oké. Okay. Megvan a C. Pap, pap, pap. Kicsit zavar, hogy így kell térképezni. Ez olyan fura nekem. Nem tudsz menet közben térképet nézni. Keep searching for your objective. Use a recon device if you have one. Na, ez nagyon jól jött. 200 HP. Ott is van. Szevasztok, srácok, üdv mindenkinek. Legalább, ha térképet nézel, nem öletnek meg? De, megöletnek. Mivel tehát ez az extraction szerintem internet kapcsolatot követ el. Szóval nincs az, hogyha nyomsz egy exeket, akkor leáll a játék. Jaj, neszteket kell pingálnom. Buta én. That's the first station. Start the triangulation. Oké.
Pipi. Oké, itt lesz a túloldalon. A következő küldit is meg fogom kapni, ahogy bepingelek mindenkit. Egyébként. Küldi el ezeket a challenge-eket, gondoltam. Hogy is kell tab? Jó, még van 10 percünk. A C-t megtaláltuk. B is megvan. Oké, még kellene az A. Egyszerre 3 küldi csak aktív. Aha. Tehát akkor, hogyha ezt megcsinálom, akkor nem kapok újat. Kár. Az ammót ezt felvettem volna, mert elfelejtettem, hogy máshogy működik. A megvan, az a B, az pedig a C. Jó. Ó, basszus. Oké, csak hogy most ez alatt a... Tehát, hogy most megkapom-e meccs közben a következőt. Erre voltam kíváncsi, de akkor ezek szerint nem. Legalábbis az elmondásaitok alapján. Our scientists to stop the seismic waves remotely. Less nausea for everyone too. Okay, valószínűleg fölöttünk van valami. Reloading. Oh. F10. Aha. Nem kaptuk meg a kövit. Ja. És akkor most megyünk tovább a következő úgymond részre. Ja. Na, amúgy nem is rossz ez a fegyver. Azt hittem, hogy majd borzalmas lesz. De teljesen rendben van. De teljesen rendben van. Hát itt semmi. És semmi. Jól van. 1000 golyónk van. Bőven jó, srácok. Nincs enemi. Veszünk fel reaktákat, így tudunk gránátot eldobni. Többet is. Jaj, bocsánat, megvakartam közben a mikrofont. You
secured key data and can't get out. Itt sietni kell, ha minden igaz. Oké. Okay. Kicsit izgultam, hogy rossz lesz. Jó van, nem ment lejjebb a HP-ja, úgyhogy nincs akkora para. Ezeket a sárga nyilakat, sárga genyókat impacttal, vagy stunnal le tudod szedni magadról. Akkor, ami nálam van füst, az például jó? Jól lehetettem? Azt hittem, hogy magától is sérül majd az asset, de ezek szerint nem. És őt, ha minden igaz, a helikopterhez kell elvinni. Az pont nem. Akkor... lehet, hogy aztán hasznos lenne. Jó, van, szerintem nem lesz gond, hozzuk az asszetet. Én sose csalikolok, gép. Nincs gond, jó lesz. Rossz gombot nyomtam? Szerintem rossz gombot nyomtam. Szerintem a podnál kellett volna rányomni arra, hogy beletegye. Hops. Hát igen, mondjuk olvasni kellett volna. Semmi gond. Na majd a kövi. Csináljuk úgy. Csináljuk csak újra. Specimen. Hát most nem fogjuk kideríteni azt a nagyon menő objektívet, hogy milyen. Remélem, hogy egyszer majd odaadja. Na mehet, újra rúgkal nyomjuk. Az utolsót megváratod van? De hát nem direkt mentem ki, Killer Papa. Tehát az előbb épp azt mondtam, hogy rossz gombot nyomtam. Lokétálni kell a targetet. Ja, de most már legalább igen, vannak új static. Igen, ahogy Nosdormu is mondja. Supply case-t kell pingálni. Chat wheel-t kell használni. Oké.
Okay. Aha. Tehát, hogy azt kell csinálni, hogy átlátszódjon egy enemy a falon keresztül. Mármint, hogy három. Aha. Let it glow. Itt még volt valaki. Nem, akkor halusztam. De az csak annyi, hogy az a küldi nem sikerült, az utolsó még ment volna. Jaj, de hát killer papa, nem érted? Véletlen kimenekítettem magam, véletlen rossz gombot nyomtam meg. Nem sikerült, tehát nem szúrtam el a küldetést, hanem véletlen a kimenekítésre nyomtam. Érted? Oh. I see some ammo. Mhm. Ja. Izé, kimenekítésre hívtam az extraktot. Azt elszúrtam. Nem látjuk még sehol se a targetet. A bio... Psi, az micsoda? Ovacska. Ja, hogy ez a... Ja, hogy a... Pont amit most csinálok, okes. There's your target. Neutralize it with your react blade. Smoke out. Így jó lesz. Kicsit rossz helyre dobtam, de meglett. Oké, és még egy supply case-t meg kéne pingálnom. Oké, meg is van. Reload. 1500 lőszer. Ha éppen smoke-kal ledobod, akkor bárhonnan lehet lovacska. Érdemes a pingelni az enemiket is, mert ha az elitre lősz rá, elég sokan jönnek. Pingelni az enemiket? Mármint értem, hogy mire gondolsz, csak hogy... Most ezt nem vágom, hogy...
ők azok, akik valószínűleg rám agróztak az elit miatt. Oké. Jézusom, amúgy mennyi cucc. És ezt a rúkarmat még csak leseraktam. Oké. Még egy kis HP. Hát ez nagyon fullos ez az átjáró. Oké, és meg vannak ezek a küldik. Szuper. Rekereket kell plantálni. Ez jó mission. Ha ő észrevesz és bepingeled, akkor kírja a fajtáját és a menübe el lehet olvasni, hogy melyik milyen. Wow, tök jó. Tök jó. Hú, basszus. Hogy kitört a hatchet? Várjunk. Ezt nem nyomtam végig? Oké. Okay. Várjunk. Azt nem látom most, hogy hol lehet tovább menni. Ja, ott van. Jó távol. Hát nem tudom, melyik a legrövidebb út. Valószínűleg nem ez. Oh, hello. Az pont rám jön amúgy. Basszus, gyorsan. We're done in this subzone. You should move to the next one. Na kés. Hát ez egyelőre nagyon jól megy, srácok. Ez egyelőre nagyon jól megy. Az R6 mouse szenzen megtalálható-e valahol? Hát én megmondom őszintén, ehhez nem nyúltam, úgyhogy ez valószínűleg ilyen alapbeállításom van. Ja. 10, 10 és 50 minden. Meg azt hiszem 1000-es DPI-on játszok. Szevasz, Igló! Itt mindenkinek, skacok. Locate and capture the target. Jó, az a helyzet, hogy akkor először el kell mennem a helikopterig. Vicces, hogy minden üzim törlése kerül. Olyan parancsot írtál be, ami nem létezett. Az történt, igéb. A parancsok listája a leírásba található meg. Milyen nehézségen játszok? A legmagasabban, ami nálam elérhető.
És ez pedig a második volt. Na basszus! Gyere, baby! Gyere, jó lesz! Na, hát akkor mehetünk igazából. Hú! Így van, amit Dave bemásolt, link. Az a leírásban is ott van. Ott meg tudjátok nézni, hogy milyen parancsok vannak a streamen. Itt mindenkinek, skacok. Hát nagyon jól jön az XP. Így egyedül ez a második nehézség, mondom olyan. Szerintem a következővel a harmadikra fogunk menni. Jó. Irány a menü. Oda néz, challenge! Na milyen challenge-eket csináltunk eddig a játékban? Ez heti vagy déli challenge lehetett, amit megcsináltunk egyáltalán? Ú, XP, XP, XP. Na, vannak heti challenge-ek. Ahogy látom. 30 enemit kell explosívval megölni, és 15 enemit kell stunolni. És ezért XP-t fogunk kapni. Vannak core challenge-ek is. Jó, hát itt, ahogy látom, el lehet szórakozni. El kell érni a 10-es szintet 18 különböző operátorral. Wow. Azért ezt is jobb többen nyomni? Hát attól függ, hogy kik azok, akik a többek, úgymond. És... Oké, azt akarom megnézni, hogy... Tech token. Én mondom, itt nem akarok semmit se állokkolni. Valamit viszont meg akartam nézni. Ah, azok itt vannak. Study. Így van, study. Grant tagging, aim for the head, és base sample. Mármint ez lesz majd a következő. Wow. Jó van, itt még vannak küldik. Ja, hát mondjuk ne eszelje meg Pistivel abszolút. Tehát, hogy velük jó játszani. De randomokkal az zsákba macska, az nagyon-nagyon zsákba macska. Primary weaponnel, secondary weaponnel kell ölni. Assist kill incursion alatt. Ja, szerintem ezzel se lesz gond. Ugye megcsináltuk ezt a Monolith Garden-t, jöjjön a Liberty Island. És nyomjuk ezt a severét. Severe, se nélküle. Így van, ahogy mondtuk legutóbb is. Vagy talán Nessai mondta. Semmi gond, Gabe, semmi gond. Aberráns nestek elpusztítása, elit target, asset extraktálás. Üdvít mindenkinek közben, ha-hó, ha-hó. Azt mondja, rúg. De egy szupresszoros kis pisztoly, az azért örülök most ennyire. És megkaptuk az MP5-öt is. Jobb a damage, úgyhogy átmegyünk az MP5-re.
Igaz, hogy ez most skin nélküli lesz, de ez kelleni fog, én úgy érzem. Jó. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a hármas nehézség, a severe. Ez a második küldetés. El kell kapni az elitet. Itt az a szerencsém, hogy mivel első küldetés, aha, tehát az armor az most rajtam van, gondolom én alapban, ide kell elhozni. Hello. Hát, szerintem megszívtuk. Szerintem megszívtuk. Jézus. Jézus. Hello. Személy tormentor. Nem érzem olyan erősnek ezt az MP5-ot, srácok. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Nem tudom, mi ez a hang. Gőzöm sincs, hogy mi ez a hang. Take down my target, please. P90 tényleg jobbnak tűnt, nem véletlenül használták azt a csillagkapuban is. Ja, valószínűleg ez egy... Jézus, mert tormentorra támadok. Na, tehát itt, ezen a nehézségen már van tormentor. Ezen a nehézségen van tormentor. És az azért ilyen nehéz, oké. Okay. Tehát akkor a tormentorra nem feltétlen jó döntés rátámadni. Az ammó már nagyon kellett. Eliminate my target. Tormentor.
fiatal az ilyen. Úgy mindenkinek skacok. Jó. Tehát Tormentorot kimennek itt és ott. Enemy itt. Reméljük, hogy nem kell a Tormentorral megküzdeni. Szóval ez egy idő után robban? A szemétje. Van lehetőség szóló módba leszedni ezeket, igen, igen. Mizu is folyik. Üdv mindenkinek, srácok. Ahó, ahó. Medkit miatt jöttem ide. Na, és hol az ellenség? Van egy kis gond, srácok. Van egy kisebb probléma. Locate the capture target. Megvan. Gyere! Cic-cic! Router, hello! Router, halló, halló! Jön, nyomja. Nyomod, router. Gégez, gégez. Na menjünk tovább, skacok. Menjünk szépen tovább. Szerinted randomokkal, vagy egyedül éri meg kezdőként játszani? Hát én azt mondom, hogy érdemes egyedül egy pár missiont lenyomni, aztán utána randomokkal, mert... hát na. De ez csak én vagyok. HP boost. Mi lesz a következő? Rescue. A következő egy rescue mission. Na nézzük. Oké, oda kell elvinni. Tormentorral nem küzdünk. Lenit, köszi szépen a 100-as sírt. Köszi a támogatásodat. Mi ez a dropizi, amit kaptál? Vannak ilyen extractionos droppok, elvileg UFO-t lehet kapni. UFO csármot.
Detektált, az jó. Akkor halunk? Még egy tormentor. Jó, halt. Jó, még egy. Jó, hát ő meg fog halni. Gyere. Gyere, gyere, gyere. Ez halál lesz így. Ez halál lesz. Hú! Jó van, srácok, ez kemény. Ez kemény azért ez a severe. Bár az a helyzet, hogy az MP5 se volt a legjobb. Ez kemény volt, skacok. Ez nagyon kemény volt. Na. Semmi gond, megyünk tovább. Na tehát. Ó, és most nem is tudunk rúgkal jönni. Aj. Nem gond. Szerintem Dokit. Megnézzük, a Dokinak sotia van. Jézusom. Social Bandita, köszi szépen a támogatásodat. Itt volt köztünk immáron ötödik hónapja. Holy holy, hát ez holy holy volt a javából. Köszi szépen, Social Bandita. Szóval Dave, legutóbb nem tudom, itt voltál-e vagy nem voltál itt, de a lényeg. Ha szeretnéd, kipróbálhatod a kántálást Social Banditának a jólóval. Body armor. Ja. Laj. Na nyomjuk még egyszer. Severe mehet. Mondjuk az helyzet operátor level a 6-os, ami ajánlott. Jó van, akkor nem severézünk, de a második az mehet. Oké, okay. Amúgy most már értem, hogy miért kéri tőlünk a játék a nagyobb nehézségi szintet. Második nehézséggel szerintem nem lesz gond. A harmadik az, ami szivatós. Köszi szépen, srácok, a pergetését, meg hogy kántáltattál, Dave. Itt néztünk? Dokit? Ja, Dokit. Hát figyelj, Planet, ez ilyen. Meghalt a karakter, ki kell menteni, ez az első missionünk. Úgyhogy nyomjuk. And they may have been moved. There's no telling where the Archaeans could have taken them. Az helyzet, hogy a vaultolás az... Jó, hova tűnt? Ó, nagyon jó, nagyon jó. Nagyon szépen kapták, itt már van virágfejű.
Szépen haladunk a küldivel. Nesk, köszi szépen az ezres sírt. Mi a manó? Köszi szépen a támogatásodat. Jaj, jaj. Hát ez szíves. Ez ránk fog robbanni, mindjárt. Úgyhogy felrobbantjuk magunkat itt a sarokba. Szólóban hogyan lehet megmenteni a... az operátort? Arra kíváncsi vagy? Akkor én is. Itt lesz a túloldalon, ahogy hallom. Egyedül nehéz, ez kíváncsi vagyok, srácok. Milyen? Jaj, de jó. Megint robbanni fogok. Nyomunk még egy hírt magunkban. Pukki, pukki. Na, robbanjunk. Zúrva lehet egy fight közben. Azért. Pi-pi-pi. Lenit, köszi szépen a támogatásodat. The moment you attempt to extract our MIA, the Arc Tree will resist. Peregjenek a szövegek Lenitnek. Okay. I'm reloading. Okay. Hát ez meglett. Köszi szépen, Dave.
Az extraction mennyire van összekötve a siege-el? Hát ha megveszed az extraction-t, akkor a siege-be kapsz skint, illetve fordítva, de igazából ennyi. A lövések úgy működnek itt is, mint a siege-be. Operátorok képességei nagyjából hasonlók. Meg ugyanazokkal az operátorokkal játszunk. Reloading. Hello? Ugye megyünk a következő pontra. Some survivors hit out in the freezer during the outbreak. We got to them just before the Arctic shook up. Halló? Na azért. You can head to the next subzone. Nothing left of interest here. Tényleg. Itt volt a megmentés. Ellenség látszólag nincs. Medkit. Ammo. Következő elit target levadászása lesz, az utolsó pedig az aberráns nestek. Lenit, köszi szépen az újabb támogatásodat. Köszi szépen a 100-as cheert. Engage my target. Oh. Hello. There. One of them buddies with the elite. A gesture to attract attention. Yep, you're attracting their leader, all right. Hihi! Rárobbantottam a haverét, azt láttátok, mennyi HP-val jött ide? Hát mondhatni sem mennyivel. Nice. Ez jó volt. Taki, köszi szépen a 100-as beindítós, hájfonat beindítós csírt. Köszi. Valt, rakta be alvás kategóriát Twitch-en? Milyen kategória nincs itt Twitch-en, lovacska? I'm reloading! Püty! Oda püty, oda még egy püty. Triple püty. Még egy püty. Rígy püty. Hello? Ez ugye nem egy enemy, de... Gg ez. Köszi szépen a iPhone-at elindítását, srácok. Na gyere, Soti. Az a helyzet, hogyha most meglövöm ott, az plusz pont. Ja. Your methods have gotten you this far. Keep up the advance. Jó. És az utolsó az aberráns nest elpusztítása. Nest mapping data indicates the presence of aberrant nests here.
find them. És az megvan. Destroy those nests. Get a sample from the mutagen's point of origin. You're close now. Destroy more abandoned nests to trigger the neoplasm. Hát ez gond. Azt ott meg kéne nyomkodni. Hello. See ya. The parasite keeps changing. We have to keep up with the research too. Okay, jók vagyunk. I'm good to go. I feel much better. Modest fellowship expands. Nagyon jó. Praise the sub. Nesk! Köszi szépen ismét a támogatásodat. Köszi szépen az ötös feliratkozás. Ötös feliratkozás ajándékozását. Méghozzá Zerano, Geri, Zsolti, kinek első napját, kiknek első napját, illetve Sanking és Bongyi második hónapját lehetővé tetted ezzel. Köszi szépen a támogatásodat, srácok, peregjenek azok a bizonyos szövegek. Már is nyomjuk, nyomjuk. A modest fellowship expands. Praise the sub. A modest fellowship expands. Praise meghagyom, the sub. Meghagyom Dave-nek a kántálást. Persze, ha van még hozzá kedve. Ó, köszi szépen, Dave. Köszi szépen a támogatásaitokat, skacok. Oda nézzetek, még egy challenge. De vajon mit csinálhattunk most meg? 30 enemy explosívval. Ilyet csináltam. Akkor jó. Akkor jó. Akkor jó. Oda nézzetek, 8 és feles lettem. Polar Vortex Inventory Update. Haló? Polar Vortex? Az kié lehet szerintetek? Az kié lehet a Polar Vortex? Na ne szívassatok. Srácok, kaptunk legendary skint. A Dokira. Mindenkire rárakható a Polar Vortex, és ezt mi, azért kaptam egy 8-as szintű lettem? Globál, de zsír. Kár, hogy a headgear még nincs meg hozzá. Köszi szépen az infót, srácok. Na, a doktor urat egy kicsit rendbe rakjuk, bár lehet, hogy a Shotty az még... globális, univerzális. Köszi szépen, ezt nem tudtam. Guardian Angel. Hát, jó legyen a dokin ez, a rúkot visszakaptuk legalább. A Chalk. Jól van. Progress, aha, itt van, itt van. A 9-es szinten lesz a headgear. Szuper! A Total Game Progression azt mondja, hogy 12%-nál járunk most.
Na, Police Station. Police Station szeretném következőnek, csak előtte megnézzük ezt a Stadis cuccot. Na tehát, komplektálni kell az objektívát, 11.000 XP-t kell gyűjteni, gondolom összesen és nem egyszerre, illetve safely extraktolni kell a második subzontól számítva. Jól van, ez tetszik. Severe? Nem severézünk, mert ott a Tormentor, és ahhoz még gyenguszok a karaktereim. Megyek, étkezek egyet, jól van, jobbulást az ilyen, meg jó étvágyat. Illetve köszi szépen, srácok, a help-et. Meg a pergetést! Köszi szépen a követéseket is közben. Na ott a shadda... Nem, a shadda. Carry explosive... Carry explosive to target. Ó, emlékszem, emlékszem. Emlékszem, jól van. Hát a szivatós lesz a shaddám, de megnézzük. Hát a rúknak talán több értelme, majd a doknak talán több értelme lesz. Szevasz, Zodiac, üdv mindenkinek, srácok! Artifacts are manifesting in certain areas and they react to our emitters. Eliminate my target. Oh, as a capture. Oh, basszus, hát ez nem jó. Tetszik a game? Hát, ha nem tetszene, nem játszanék vele, srácok. Főleg nem második alkalommal. A szemét minden itt ezeknek a kis golyóknak. Your objective can't be far. Try a recon tool if you've got one. I'm good to go. Nyugi. Jó lenne látni. Jaja, holnap siege-ezési lesz. Hát alapvetően egyedül, ha nem csatlakozik valaki, akikkel játszogatok. Hát az nagyon nagy szíves. Azt inkább szétlőttem. Lesz bent valaki, srácok.
A lurker... A lurker adott láthatatlanságot. Wow. Hát ez nagyon durva. Rutyi, motyi. Nagyon szuper. Szevasz, Marci, szevasztok, srácok. Reloading. Nem mindig sugdalózni? Bocsánat, srácom. Szerintem megjöttünk. Activate the catalyst emitter. The anomaly will react like fiery neurons. Throwing smoke grenade. A leírásban BB ott van, hogy mettől meddig nyomom a streamet. Mettől meddig játszok a játékokkal. Szia! A szemétje! Majd tetszik a játék? Abszolút jó, srácok. Én nagyon élvezem. Nagyon élvezem. Ezt a falat jó lenne felhúzni. Sziasztok! Nem tudja, hogy a body pulse működik-e már? Én nem vágom, srácok, sajna. Van app training pálya? Van tutorial, igen, igen. What is reinforced? Ebben mindjárt belekezdek. De mondjuk már nincs több reinforce-om, úgyhogy tökre mindegy. Na, hadd szóljon! Bolond enemy. Csak semmi fosás. Disno. Oha. Ja, már rá is álltam. Akkor jó. Hát. Kis pisztoly betárazva. I'm reloading.
Szóval van itt ablak is. Bolond a senemi. Itt akarsz! Ki az? Ki az? Na-na, nincs is semmiféle terjedés. Ajaj, ajaj. Haló? Öt perc, látom, 5 perc. Azt nézem, hogy erre kell mennünk. Azt hiszem észre, hogy a játék nem kevesti az amut. Ó, van bőven. Végtelen amó lehet nálunk. Nem felejtettük el, itt még van enemy bent. Ja. Leszek kitűzve a hard modulra. Hát, ha a menetrendben látni fogjátok, akkor lesz. Nothing left to do here, but there's more in the next subzone. Gyorsan tovább kell menni, srácok, a következőre. Mi a kövi? Következő... Hunt, elite targetet kell legyőzni. ...963 lőszerem van. Spiker. Oké, jön az elit. Bár ez még nem az elit. Otto, elit tormentor! Persze, hát a tormentor vagy akkor kiszöknék. Gyere, oda a füstbe, úgy. Na de jó. Mehetünk tovább. Alertálta az ellenséget. Hú, pont rossz fele megyek. Aha, erre kell. Hello? Amúgy ez a Siege vagy ez jön be jobban? Hát, ezt nem, szerintem nem lehet összehasonlítani. Ez mi a fene? Te egy Spiker vagy, értem. Szóval nem lehet összehasonlítani, az PvP, ez meg PvE játék. Itt ellenséges lények, ott meg ellenséges játékosok ellen harcolunk. Ó, basszus, mert jobbulást. 39 fokos láz az... A sehogy se jó. Nem-e olyan divisionos ez a játék? Nem. Nem hiszem. Ammo. I feel much better. I am better. CLX-24. I am better than you. Are standard in our airlock. The CDC also uses. Na, hát itt is van hír, srácok. Hogy állunk ezekkel? Extract és XP gyűjtés. XP? Vel, hogy állunk? Valószínűleg majd meg lesz. Itt tab. 6900. Jól van. Szerintem jók leszünk, már megcsináljuk a küldiket. Mi az utolsó? Shutdown! Jézusom!
stop the nest from regrowing. Reloading. Spencer will have injectors for you. Ez borzalmas. Rendezvous at the objective. Release on that node, and it'll stop doing that nest resurrection thing. Ah, nem muszáj. Reloading. Az mi a szarott? Lurker. Ennél elhasaltunk listékkel. Igen, igen, visszatermelődik a nest, meg minden, ami ilyen füstös. Csak bele kell dugni! Jó, megvan a 11.000 XP. Amúgy annak, hogy mekkora az operátornak a speedje van jelentőségeit? Persze. Nem kell. Csak kimenekülünk most. Ez a doktor úr karakter, jól mondja Zodiac. Ott is van. Köszi, srácok. Ötös szintű lett. Ötös szintű lett, skacok. Na jól van. Még egy challenge-et megcsináltunk. Hát ez elképesztő, csak úgy daráljuk a challenge-eket. Mit csinálhatunk most meg? A játék szerint... Férfi operátorokkal kell csinálni, meg kell csinálni az összes objektívát és extraktolni kell 3 incursionbe. Értem. Crossplay-es a játék? Igen, igen. Run the World, van egy ilyen
challenge is, ez meg az, hogy három incursiont meg kell csinálni az összes objektíváival női karakterrel. Zsír. Na. Harminc HP-val többet fog hílálni most már a dokim. És meglett a 9-es szint. Meglettek ezek a stádik is. 54%-a nárunk New York-kal. Barikádot kell deployolni, vagy reinforced, illetve stealth kill kell, ilyen takedown-os stealth kill kell. Suppressorral kell ölni. Ezek a static nekem tetszenek, mert lehet, ja, meg lett a Polar Vortex headgear, igen, igen, Andris, jól mondta. Szia, Oszám majom. PS5-ön működik a billentyűzetegér kombó? Mint fel lehet hallani róla, valaki tudja pontosan? Én nem tudok ilyenről. Mondjuk nem is próbáltam, nem is néztem. Szóval, ha esetleg valakinek megvan PS5-ön, nyugodtan nyilatkozhat ezzel kapcsolatban. Zodiac azt mondja, hogy nem támogatja. Ez tetszik nagyon. Tetszik, hogy így lehet 100%-olni a zónákat, és közben elérhetővé vált Alaszka, úgyhogy én azt mondom nektek, hogy irány Alaszka. A VR training az, ami a tutoriálja a játéknak. Tizenkettes milestone-nál kapunk majd olyabb cuccost. Oké, és én azt mondom, hogy nyomjuk tovább a doktor úrral. Bár a Jäger is szimpatikus, lehet, hogy akkor... Te kollektálted már a Siege skineket a Ubisoftba? Elvileg igen, gyakorlatilag még nem néztem meg, hogy hogy néznek azok ki. Ez a Jäger a töretjével nagyon szimpi. Stunolni lehet a kalapáccsal az enemit. Mondjuk a Lion is nagyon szimpatikus. Vannak Primus skinek is az Extraction-höz? Na nézzük ezt a Lion-t. Impact gránát, stun gránát. A stunt megvesszük. De csak azért, mert van rá challenge. Távolabbról látjuk az enemit, movement speed növelés lesz, még 30 HP boost revive-nál. Shotty, range boost, megcsökken a CD, damage reduction. Azért a 30% damage reduction az elég király. Jó van, tetszik amúgy ez a Lion. Megnyomjuk most Lion-nal a következő mission-t, ami Alaszkába lesz. Alaszkába pedig Stunolt Tormentort kell ölni. Torment, jaj. Itt már alapból lesz Tormentor? Nem hangzik jól, nem baj. Akkor most nem haladunk ezekkel az objektívákkal. Eurydike Valley, aztán Orpheus Research Center és Nome. Alaszka már sokkal nehezebb? Na, kíváncsi leszek. Max elveszítjük Lion-t. Mi baj lehet? Hát egy jó kis szabotázs.
egy jó szabotás. Ha most kilépek, alapból elvesztem az operátoromat, igaz? Ha most nyomok egy Alt F4-et. Vissza lehet-e csatlakozni, hogyha elmegy az internetem például? Ilyen kérdéseim lennének, srácok. Vissza lehet csatlakozni? Wow! Vissza lehet, ez nagyon király. Csak ha teambe vagy, azt mondjuk nem király annyira. Stay calm. Tremors are caused by increased underground parasite activity. Get to our seismic stations to stop the tremors. Wow, Alaszka azért elég jól néz ki. Ja, hogy az Alt F4-re mondtad, oké, és... Nem tetszik, ha küldi az első X-section-nel, kimész. Jogos. Jogos. Hát ez nem jó. Lehet azt mondani, hogy szarba vagyunk? A C is megvan legalább. Kellene még nekünk egy B. A tech cuccoknál az összeset ki lehet állokolni? Úgy hallottam, hogy igen, de nem vagyok benne biztos. Persze, az összeset ki lehet állokolni, hogyha eléred a max szintet. Tütő. Reloading. Á, itt leszaladtunk. Szóval ez a B, fönt van az A. Oké. Okay. Oké, és meg leszünk, srácok.
Oké. Hát ez legutóbb, amikor a csapatba csináltuk, sokkal nehezebbnek tűnt. Ez a mission. Nem tudom miért. De így látjátok, hogy nem is volt olyan bonyolult. Nem? Skacok. Mármint ezt a fajta küldetés, és nem most itt a Alaszkára gondolok. Földön és a falon levő trutyit is le lehet ütni. Ja, tudom, hogy lehet ütni, csak hát... Az nekem nem olyan effektív, mint a lövés, de ja. Mert szólóba több időt ad. Lehet, hogy akkor azért... Csapatban veszélyesebbnek tűnt. Szerintem azért, mert annyival több volt a zenem. Lehet. Lehet egyébként, skacok. Hogy ez a helyzet. Nézzük, van-e még enemy itt? Van. Csapat be egy percet szédén. Lehet tényleg akkor ennyi volt a trükk. Na mi a kövi? Sneak and plant trackers. Jól van. React needs the latest data on the parasite's ecosystem. Ez az Alaszka nagyon jól néz ki, srácok. Hangulatos. Igen, hogyha... Ah, igen, ez hülyeség volt. Hát, ha egyedül vagyok, akkor kevesebb... projektívát kapunk. Azért három emberrel védeni kettő pontot, azért mondjuk az azért elég nehéz volt. Gondolom itt szólóba csak egyet kapunk. Csapatban randomok a nehezebb, mert amint meglátja valaki az elsőt, már is nyomja a gombat, mint az Iker a varrógépet, ahelyett, hogy megkeresnénk a többit. Uh-huh. Hát igen, sajnos ez ilyen randomokkal. Ismerős. Uha. Egy jó medkit. Plusz pontok. Enne mi pedig itt vár minket, hello? Zsír. Szerintem a következő streamekben lesz az, hogy nehezebb nehézségen nyomjuk már normálisabb operátorokkal, akik így nagyobb szintűek.
Az utolsó küldénk az a Defend Explosive Charges. Ja, hát akkor ez az. Na, tehát például ezzel a fegyverrel meg lehet ölni már rögtön egy routert. Az azért elég király, srácok. Azért ez elég király, ez nem ment az MP5-tel. Ajjaj, az mi a manó? Apex! Mit tud ez az Apex? Az Apex az, aki át tud alakulni? Vagy az melyik, aki át tud alakulni? Nem, a Summoner... Summoner? Nem is tudom. Nem tudom, melyik lett a Summoner, srácok. Ó, oh, basszus, ott lesz egy lyuk a falon. Na mindegy. Azt akartam kérdezni, hogy a falat szerintetek újra lehet tölteni, hogyha elfogy? Van, amelyik kisebb rangokat idéz, eddig azt hittem, hogy az Apex. Láttam úgy, hogy az Apex az. A reaktekkel lehet újra tölteni. Oksa, köszi szépen, srácok. Ez kemény lesz. Kettő router azért komolyan nyomja a játék. Lőszer kevés lesz. Maszeg. Na de jó. Miért van belőletek ennyi? Kedves a játék! Én itt se vagyok. Na csá. Gyorsan! Ezek a falbehúzások azért jók, mert akkor egy oldalról jön az enemy. Hát... Talán is, meg nem is, mert amúgy a falat is fel tudják robbantani. Szia Zoli! Mi újság Zoli? Hogy ittják? Hát az XP most jól jön. Ó, hát ez csak másfél szint volt így.
Ez csak másfél szint. Visszamegyünk a menübe. A React csatorna az Ubit be akarta perelni a React név miatt. A React csatorna mindenkit be akart perelni, aztán mégse. BÁM! 10-es szint, srácok! Karakterhez, hogy maxos legyen 145.000 XP-kel. Ó, köszi az infót. Hand B. Fuse Tachanka, Smoke csatlakozott a csapathoz. Tachit meg kéne nézni. Rögtön Shotival, a Shotiával kezdünk. Helyes, Zoli. Helyes, jó God of War-ozást. Nekem is sem maximálisan bejön. Na, Body Armor stun gránát mehet. Challenge-el, hogy állunk? 15 elemit stunoltunk, úgyhogy akkor nem is kell már a stun gránát. Tocsánk, a 10-es szinten lesz über, mert 2 töretet tud majd lerakni. Bárki használhatja, 400 golyós, SMG-t kap, movement speedet kap, reload speed, meg fegyverváltós speedet. Deployment speed, aiming speed, reload speed increased, illetve recoil csökkentés, damage meg impact power növelés. Az AK-t 9-es szinten kapja meg, itt meg igen, a töretből 2-t tud lerakni, és 600 golyó. Wow! Ez a Night Shift nekem tetszik amúgy. Most ez a dilemmám, hogy God of War vagy Rainbow Six Siege legyen délután. Tényleg, a Tachankának hogy néz ki ez a headgear-je? Na menj már! Te jó ég! Te jó ég, hát ezt nem is mondtátok, srácok, hogy a Tachanka ilyen rohadt menő. Medve skinje van. Még a cipője is olyan. Na és a smoke? Smoke, te nem vagy menő, ne haragudj. Nem. Na és a fuse? Sentry. Jó, hát a Tachanka egyértelműen iszonyatosan menő. Jól van. Alaszka, bírni fogjuk a kövit? Reméljük, hogy bírjuk a kövit. Orpheus Research Center. Jó, a govot ki kéne platinázni. Hajrá, hajrá, Zodiac. Jaj, de jó lesz. Ezt a Shaddant, azt nem szeretem. Jól van, Debulon. Köszi szépen, hogy itt voltál, további szép napot. Szia, szia. Fuse kéjének nem sok értelmétlen, mert az mit tud, nem néztem. Ja, értem, tehát ugyanaz, mint a Siege-be. Nem hangzik jól. Activity, but we can counteract those tremors. Find our seismic stations. Triangulate the source at the first station.
Mi történt ott, jaj? Meg kell találni még a bét. Mi alapján kapom a végén az XP-t? Megmutatom majd. De gyakorlatilag mindenért, amit csinálsz a missionbe. Az égvilágon mindenért kapsz XP-t. Oké, itt kell majd tovább menni. Itt hallanék valami pittyegest. Ja, hogy taktikát, bocsánat, nem olvastam el rendesen. A-t megtaláltuk, B-t megtaláltuk, és a C még kell nekünk. Hát az lent lesz. Arra fele lesz akkor valószínűleg. Szerintem azt akarja a játék, hogy jól körüljárjak mindent. Én egyelőre New Yorkot meg San Franciscot maxoltam ki, és eddig két darab 10-es operátorom van. Nice! Én is a maxoláson elgondolkodtam, de hát mondom, nézzük már meg az új operátort. Majd új operátort, új pályát, bocsánat. Tízes szint az nagyon sokat busztol a képességeken, persze. Már ha már ötös fölött van egy operátor, már sokkal erősebb. Mondjuk ez logikus, de akkor is nagyon sokat jelent. Mennyire nehéz átjövenni a pályákon? Itt hát látod a térképet, szóval szerintem nem vészes. Szerintem nem vészes a térkép.
Ilyen sárga tapadós izéket nem láttam még. Mi a franc? Nem gondoltam, hogy ennyien lesznek. Jó kis tacsanka szupresszor. Oké, van egy kár is, és van egy extraktolós. Szóval szerintem nem lehet eltévedni. This is a rescue mission. React personnel encountered lab complications and couldn't exfil. The distress call came from this sector. Egy van feladtam. Basszus, hát ezt észre se vettem. Gyere! Oké. A palackba zárt tornádó, azt láttuk? Nagy szarba vagyunk, srácok. Basszus. Hú. Well done. Package will be en route to React Medical. Aha, itt van ablak. Hát akkor ezen nem megyünk át. Nem akarok ablakot törni. Tacsankának a gadgetjét viszont mindenféleképp ki kell próbálni. Ezek a hangok. Nothing left for us here. Oh. To the next subzone.
Ők itt akartak engem, srácok. Reloading! Hello? Hát ide már csak nem tudnak bejönni. Nem? Tizenkettő stun gránát van nálam. The hub zone presents a unique infection risk. Injuries must be cleaned and dressed immediately. Na, következő pálya. Airlock sequence. Subzone transition in effect. Jó, ott kírja, hogy mennyi ládikó van hátra. Frentop, szia-szia! Köszi szépen a támogatásodat, köszi szépen a 100-as csírt. Szeretlek kávjel kisebb, mint 3. Mizus, hoppá, bocsánat, megvakartam itt a mikrofont. Mondjuk az injektort még valahogy be is kell rakni. Jézus, ez a Smasher nagyon nyomja. Dühösnek tűnik. Valahol itt lesz az a cucca, ahova el kell vinni ezt az injektort. Jézusom! Kiszimatolt, vagy mi van ezzel? Ez a Smasher érzi a szagomat. Kell találnunk, hogy hova kell ezt a cuccot vinni. Na basszus. Durva a lábszag. Az gond. Ha megvan. Jó. Oké, hozzuk, bedugjuk, csá.
Item secure. Gyere! Na nézzük, srácok! Meg tudjuk ezt csinálni. Mi helyzet amúgy fent? Te csapatod ezzel a játszival? Reméljük a Smasher nem akar erre jönni, bár nekem nagyon úgy néz ki. Hihi, Smasher, be fogom dugni. Minden hétköznap 5-ig szokott peregni, pénteket kivéve, mert akkor 3 óráig, Dani. Kár, hogy nem volt nála, aztán az jó lenne a melákra. De ez is jó. A Smoke is... úgymond stánolja, hogyha benne áll a füstben, nem? Tényleg a töretet ki kéne próbálni a Smasher ellen. Hoppá. Nagyon jó, Yashin, nagyon jó, hogy szóltál. Hát szerintem nem jó helyre raktuk, de nem baj. Halló? Smoke? Au. Au. Jó, megyünk. Hello. Hát ez... ezt nem így képzeltem el. Ő csak hátulról lehet sebezni, igaz? Van a hátán egy weak point. Három és fél. Na itt van tactics, weak point kill, takedown, penetrálós kill, illetve stealth kill. Ezért jár a tactics. Na, megkaptuk az SMG-t. És én azt mondom, hogy még egy belefér. Hát igen, sajnos megdamolódott. Ez nem a legjobb. Ez nem a legjobb, srácok, hogy megdamolódott. Szóval szerintem az Alaska Nome az még belefér. És akkor látni fogjuk, hogy milyen az Alaska teljesen. Na. Biopsi. Specimen. Extract. Jól van. Jöjjön a Tachi, mi? Ne hagyjuk cserbe. Gyere, Tachi. Jó leszel. Megvédjük. Megvédjük, srácok. Nem halhat meg.
Azt nézzétek, milyen hosszú a szupresszora. Pam 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 pam. Na, az első feladat, hogy takedownoljunk egy targetet. Azt mondta, hogy a target a közelben van. Hogy nearby-os a target, azt mondta. Uha. Oksa. Itt lesz a vége, itt fogunk tudni majd tovább menni a következő pályára, majd a következő zónára. Milyen recon túlra gondolt? Mi lehet az a recon túl, srácok? I'm reloading. Eliminate my target. Hát, nem, ez egy recon tool. Csak én nem tudom, mi lehet az a recon tool. Erre vonatkozott itt a kérdésem legfőképp. Nem túl. Sometimes newer doesn't mean better. Those levers are over 100 years old and I bet still work. My target is priority. Drón vagy ez a gránátszerű cucc? Oh, okés. Aha. Szóval az lenne a recontól. Köszi! Take it out with your react blade. Melyik enemy type a legidegesítőbb? Hát ami leklónozza az operátort.
Spraying down smoke. Hostile has been. R&D won't be rolling their thumbs when they see this new acquisition. Köszi Simmons, hogy itt voltál. Szia, szia! Szép napot neked a továbbiakban. És kitartást ez a hónaphoz. Köszi egyébként Krisztán a magyarázatot. Szóval Krisztán közben azt mondta, hogy van az alap drónunk, ugye? Illetve van egy olyan gránát, amit ha eldobunk, akkor ilyen felfedezős. Nice move. Hát próbáltam felcsalni, és úgy össze is jött. A gránát meg az már talán sok is volt, de mondom, biztos, ami biztos. Vannak gránátjaink. Na, a következő az olyan, hogy meg kell menteni a... a társakat. Az asszetet. Úgyhogy az szerintem sima. 3 nap alatt 40 órám lett a gameben, szóval segítek, ha tudok. Wow! Ez komoly! Nice! Trissen. Ja, van Geri, köszi szépen, hogy te is itt voltál. Szia, szia! Jó játékot! Most már tudjuk, hogy ez mit csinál. Ma nem is találkoztunk ilyen sludge-zsal. Nincs gond. Oké, és most mehetünk tovább. Hát ez a shotgun, ez... lehet, hogy csak az ADS miatt, de nem volt olyan hatásos. Reloading! Hook! Na-na. I'm reloading! Mi ezt ő hangokat? Adnak ki. Na basszus. Hát ő nem a weak pontján kaptam. Ezeknek is amúgy van valahol weak pontja, talán pont a föld fele, nem tudom. Jó. Vegyed az amót, és akkor most jön az utolsó zóna. I am reloading. Egy ability.
Ezt nem használtuk. Ezeket a spóránkat lebírod szedni, ha egyedül vagy? Igen, van talán Impact, a másik meg a Stun Gránát, aztán valami ilyesmit mondtatok, de lehet, hogy hülyeséget mondok. Elite Target Capture. Meg kell nézni, hogy hol van a Eli, ott van. Megyünk egyenesen és jó lesz. My target is prior. Ne. We need it alive. Lure it to the extraction point to trap it. Oha. Oké, jön. Gyere! Cicic! Cicic! Rossz az irány! Egy tormentor vagy? Az kellemes. Az mi? Spiker, jó. Gyere. De már megint leakadsz rólam? Alertelhetsz is, tök mindegy, csak gyere. Gyere. Durva vagy nagyon. De jó ég, feljössz még ma? Gyere man! Viszlát! Ott is van, srácok! Ott is van. Jaj, szikez is, kacok. Hát egy kicsit siettem, nem kukucskáltunk annyit a pályákon, de meglettek a küldik, és végignyomtuk Alaszkát is. Szolóban élvezhető játék? Én élvezem, srácok. Na, 25% movement speedet kapott most Tachi. 11-es szín nem lett meg, de Alaszkát végignyomtuk. Mindegyik módot láthattátok. Még egy szintet kell lépnem, hogyha jól látom, és akkor elérhetővé válik ez a moteles pálya is. Truth or Consequences. Aztán lesz valami assignment, illetve a Milestone protokoll, ami hát ilyen heti challenge-es téma. Ja, szerintem holnap még nyomjuk. Aztán majd jövő hétre remélem, hogy sikerül elérni a 16-os milestone-t. Jól haladtunk azért, srácok. Tachi 4-es lett, Rook 4-es, Doki 5-ös. A Lionünk is 5-ös lett, úgyhogy szépen haladunk a szintekkel. Nem csak Finkánk van, aki 7-es szintű. Bár a Finka 7-es szint az úgy lett meg, hogy egy stream alatt.
Akkor ugye még IQ-ztunk is, meg Lioness-tünk, meg egy kicsit Sledgest-tünk is. Mint hogyha csapatba több küldi tudtam volna megcsinálni, gyorsabban tudtuk volna a csapatos küldiket csinálni. Nem tudom. Ez egy nem jó játék. Mert hogyha neked nem tetszik, attól még nem azt jelenti, hogy nem jó. Our new operators have dependable skill sets that can improve our chances of achieving objectives in the hot zones. Jól van, srácok. 17%-nál járunk most a játékba, és itt írja, hogy ha az összes operátorunkat kimaxoljuk, akkor ugye be fog telni ez a sárga csík, illetve a studiesból is ennyi XP-t lehet összeszedni. Nekem ez a studies rész, ami bejön, itt legalább látszódni fog, vagy nem is tudom, hogy most látszódik-e. 54%-nál járunk, és 100%-olni lehet ezeket. Ez szimpatikus, mert egyfajta challenge van a játékban. Nyilván, hogyha azt mondom, hogy Police Station kritikál nehézség, az azért már egy combos mód. Itt meg már írja, hogy mutációra van lehetőség. Ezt szívesen megmutatnám amúgy. Ezt szívesen megmutatnám nektek. Csak ahhoz nagyobb szint kell. Na, hát itt amúgy írja, hogy ezen a Severe nehézségen a teljes arkánus ekoszisztéma jelen van, tehát hogy minden fajta ellenséget láthatunk, minden fajta küldetés elérhető, úgyhogy én nagyon örülnék neki, hogyha majd eljön ez a pillanat, akár a következő, akár az utáni streambe, hogy egy kicsit nagyobb nehézségen nyomjuk. Ez a Severe, ez az volt, hogy így ilyen kihívás volt. De talán ezt a nehézséget egy olyan pályán nyomnám szívesen, ahol már voltam korábban. Tudom, voltam korábban amúgy a New Yorki, nem is tudom, Liberty Islanden is, de hát ott azt eléggé elszúrtam. Ott noob voltam, és kettő tormentor, meg a fene se tudja mi még rám agrózott, és azzal az MP5-tel azzal nagyon nem tudtam írtani a népeket, szóval ott megszivattam a rúkomat. Ott megszivattam a rúkomat. De, mondom, számomra az izgalom ezen a Severe nehézségen volt, itt a Cautious-nél, meg a Moderate-nél. Hát ott, megmondom őszintén, nem volt semmi, ugyanúgy, ahogy amikor csapatban nyomtuk. Jó, tudom, azt a nagy combos lényt, azt nem tudtam leverni ezen a második nehézségen se, de ez azért volt már, hogy nem tudtam, hogy hol van a gyenge pontja, úgyhogy inkább gyorsan elmenekültünk. Úgyhogy, azt mondod, Lilith Manógya, nem kell mások idő? Hát én is remélem. Tényleg megcsináljuk a Lion-t, vagy a fene se tudja melyik operátort, a tacsankát, aztán már lehet nyomni a nagyobb nehézséget is. Nem tudom, a következőnél mit ír, mi kell oda? 8-as, 8 pluszos. Aha, tehát akkor érdemes lenne ilyen 8-as, 9-es operátorral rámozdulni majd ezekre. Uh-huh. Na jó van. És kacok, remélem, hogy tetszett nektek ez a kis extractionezés. Én továbbra is élvezem a játékot. Nem tudom, hogyha holnap van kedvetek jönni, ilyen trófás csatlakozási lehetőség lesz, úgyhogy ha megvan nektek a játék, szívesen várlak majd benneteket, és akkor együtt tudunk akciózni. Talán jobb vagyok, mint egy random csapattárs, reméljük. Úgyhogy ha eddig nem találtatok magatoknak csapatot, vagy randomokkal nem jó, vagy szólóztatok, de szívesen nyomnátok csapatba, lovacska, akkor nyugodtan jöhettek majd játszizni.